tudtunk meg, hanem az illetékesek kisebbtől az ünnepélyes alkalomtól. És ez így van rendjén, ezt nem lehet megszokni. Valóban egy olyan ünnepélyes alkalomban itt, aminek a jelentőségét talán föl se fogjuk, ez egy rehabilitáció. Ez a nap az, amikor helyreállt a rend, és visszazökkent a kizökkent idő. Egy igazságtalan ítéletnek a semmisége mondatott ki ma. Ennek az igazságtalan ítéletnek most 94. évfordulóját tudtuk, hát nem ünnepeltük. Az a nap, amikor elvették tőletek önöktől a magyar állampolgárságot, a magyarságot. Ez a rehabilitáció történik meg ezzel az ünnepélyes aktussal. Most papíron is helyreállt a rend, papíron is azok lehettek, akiknek a lelketekben néztek magatokat. Magyarok, olyan magyarok, akik otthon a haza területén, a szűk közjogi haza területén kívül esnek. Otthon vannak otthon, de ide jöttek haza. És az a két dolog mostantól egybeesik. Közjogilag is magyar az, aki a szívében magyar, és az, aki tetette az ünnepélyes állampolgársági esküt. Ezt a költő úgy mondja, hogy én hát megölettem hazámat, a földet, ahol a nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet, ki eltemet. Hogy miért volt ez olyan fontos az emigráns sorsban élőknek, ezt ti tudjátok legjobban, a név helyes írása az, és az anyakönyvvezetés összes bonyodalma packázása, amit nektek át kellett élni, illetve át kell mai napig élni. A cséglicával írott neveteket félreírják, és nem pontosan úgy szól. És ezt a magyar ember az önérzetébe való, az egyéniségébe való belegázolásnak tudja mindig. Márai az emigrációban azt írja, hogy koppan a csákány, és nevedből lehull az ékezet. De nem kell csak ennek a temetési gesztusnak a idejére gondolni, ezt ti megszenvedtétek a Vajdaságban, a határon túl magyarok mindannyian, és ez a nap a rehabilitáció napja. Ez a kis irodalmi összeállítás azt akarta kicsit aláhúzni, hogy hiszen együtt voltunk azért mi eddig is egy szellemi hazában, abban a szellemi hazában, ami valahol a fizikai haza szétesése után a magasban létezett. Hogy mi volt ez a haza? Ez elsősorban áll abból, amit itt hallhattunk, a zenéből, a nyelvből, a szokásainkból, a táncainkból, a mondókáinkból, a viseletünkből, azokból a szavakból, amitől egymásra ismerünk. Ismertek valószínűleg azt a műsort, hogy azt mondják, hogy mondd, hogy hanyas vagy, és akkor én már mondom a következő mondatot. Hát ezek az idézetek is olyanok, hogyha ha valaki elkezdi, akkor tudjuk folytatni mindegyben. Ez a haza, ami megvéd minket, mint egy sánc. Azt mondja így is Gyula, hogy áll az én hazám már védődtem minden magasságnál, dörmög testül egy sor petőfit, és köré varázskör teremtődik. Mi a mi feladatunk ezek után? Ennek a szellemi hazának a további védelme elsősorban, bár most már van fizikai hazánk is, illetve hát nektek, a közjogi haza, egytessék azon a területi hazával is. De azért ezt nem szabad elmagyarulni. Ez a feladat, amit mindannyiunknak el kell végezni, ez az anyanyelv, az anyanyelven megszületett kultúra, az irodalom, annak a védelme, amitől magyarok vagyunk, amitől a mi identitásunk, az azonosságtudatunk az, ami. És hogy ez mi? Megint csak Illyés Gyulával azt mondja, hogy csak mondd magadban, behúnyt szemmel, mondd a szókat, miktől egyszer, futó homokok, népek, házak Magyarországgal összeálltak.
Hát nekünk van hazánk, összeállt Magyarország, de a következő feladat az, hogy ezt meg kell védeni. Mégpedig most nem azokkal a hősi szavakkal vagy fegyverrel, ahogy hallottuk itt Dobót, Petőfit, Arany Jánost és az agyarikat, hanem a nyelvet nem szabad hagyni. Ápolni kell azt, amit örökül kaptunk, és lenni kell annak, akinek átadjuk, ez elsősorban a fiataloknak szól. Sokan fölteszik azt a kérdést, hogy ki a magyar és ki számít igazán magyarnak. Ezt házi használatra úgy fogalmazhatnánk, hogy mindaz természetesen, amit ezek a nagy költők megfogalmaztak, az igaz. De ma elsősorban arról kell gondoskodni, hogy legyen kinek átadni. Be kell népesíteni ezt a hazát, azt a földet, ahol laktok, azt az otthont. Ezt úgy fogalmazta egy költő, hogy ne adjátok föl, maradjatok azon a helyen, amit kimértek, hogy ki ne lyukadjon alattunk a térkép. Ez egy szabad vers formájában így hangzik, hogy ki ne lyukadjon alattunk a térkép. El ne fogjunk ott, ahol vagyunk. A legszebben ezt majd a szózat hangjainál fogjuk tapasztalni. Nincs jobb megfogalmazás annak, hogy mi a teendő hazádnak rendületlenül légy híve, mint magyar. Gondoskodni kell arról, hogy a fiaink is, a gyerekeink is magyarul beszéljenek, magyar iskolába járjanak, hogy azoknak a gyermekei is magyar iskolába járjanak és magyarul beszéljenek. Ez a feladat. Azért adtuk át a szót a költőknek, mert amikor egy nagy dolgokról beszél az ember, akkor ha a saját szavait használja, az szegényes ahhoz mérve, amit ezek a nagyok megfogalmaztak úgy, hogy a fején találták a szöget. Arany Jánossal fejezném be azt, mondja, hogy ha minket elfú az idők zivatarja, nem lesz az Istennek soha több magyarja. Hát ennek nem szabad egyik fordulni. És ennek érdében szívből köszöntök mindenkit állampolgársága alkalmával. Úgyból visszatért állampolgársága alkalmával. Köszönjük szépen!